Izrael nem fogad el olyan tűzszünetet, amely nem teszi lehetővé, hogy a hadsereg teljesen megsemmisítse a gázai terroristák alagútjait. Ezt mondta Benjamin Netanyahu. Az izraeli kormányfő szerint a több mint 3 hete tartó izraeli műveletekben a katonák már több ezer terrorista célpontot semmisítettek meg. Köztük parancsnoki központokat, rakétaarzenálokat, fegyvergyárakat, illetve kilövő állásokat. És megöltek több száz terroristát. Intenzíven támadja az izraeli hadsereg a gázai terrorista létesítményeket. A hamaszosok a sűrűn lakott negyedekbe telepítették arzenájukat. Innen lövik az izraelieket, akik a levegőből és a szárazföldről is támadnak. Láttuk a tetőről, hogy találat ért egy közeli házat. Oda rohantunk és kihoztuk az embereket, főleg a nőket. 100 ember volt bent. Abban a pillanatban, hogy elhagytuk a házat, újból támadtak, mondta egy gázai lakos. Egyes hírek szerint az izraeli katonák napokon belül elérhetik a főcélt, a gázai-izraeli határ alatt furt alagutak felszámolását. Már számos terrorista alagutat semlegesítettünk, és eldöntöttük, hogy befejezzük ezt a küldetést, jelentette ki az izraeli kormányfő. Az izraeliek az elmúlt napon 2 ilyen alagutat is felfedeztek, amelyek egy mecset alatt vezettek. 3 katona életét vesztette, amikor az alagutakban elhelyezett robbanó szerkezetek működésbe léptek. Ezzel 56-ra emelkedett a harcokban elesett izraeli katonák száma. Itt pedig egy pokolgépekkel telerakott lakóházba hatoltak be az izraeli katonák. Egyikük mutatja, hogy a terroristák egy Korán idézet mellé telepítettek bombát. Közben izraeli találat ért egy ENSZ iskolát az övezet északi részén. Csaknem 30 ember, köztük sok gyerek megsebesült. Izraeli közlések szerint a terroristák az iskola közeléből lőttek a katonákra, akik viszonozták a tüzet. A világszervezet ennek ellenére Izraelt hibáztatja. Mélységesen elítélem ezt a támadást. Semmi sem igazolja ezt a borzalmat, mondta az ENSZ főtitkár. Elemzők szerint Izrael csak akkor tudná elérni, hogy helyreálljon a nyugalom az ország déli részén, ha a hadsereg teljes mértékben demilitarizálná a Hamas uralta övezetet. Akkor a palesztinok sem tudnának több rakétát kilőni.